Az NB2 keleti csoportjához decemberben csatlakozó Sunshine Nyikse két idegenbeli meccset követően pénteken mutatkozhatott be hazai pályán. A Miskolc második csapata ellen az első és a negyedik negyed jó játékának köszönhetően győzött a Kovács Tibor által irányított együttes, másnap a Deac 2 ellen pedig az utolsó pillanatig harcolnia kellett a 8 pontos sikerért a nyíregyházi csapatnak a Vecsik torna csarnokában. A mai mérkőzés jobban esett, őszintén mondom, mint a tegnapi Miskolc elleni győzelem, mert egy kicsit rutinosabban, kicsit ritmusosabban játszottunk védekezésben is, támadásban is, de hát remélhetőleg minél hamarabb összecsiszolódunk, hogy azt az alapvető célt, hogy legyen tartása a csapatnak, legyen kosabbra formátum a pályán, ne csak az, hogy most összejöttek fiatalabbak és rutinosabb játékosok, hanem ezt a két egyveleget megfelelően próbáljuk elegyíteni, és ez úgy tűnik, hogy már többé-kevésbé sikerül is. A csapat centere, a korábban magasabb osztályokban is szereplő Horváth Bence, a korát tekintve nem is, de kosaras múltja miatt a csapat rutinos játékosai közé tartozik. A középjátékos a két hazai meccsen 15, illetve 12 ponttal vette ki részét a győzelemből. Számomra is újdonság ez, hogy tulajdonképpen most az első csapatom, amiben úgymond rutinosabb játékosnak számítok, azonban nagyon jó összhang, és nagyon az összhang a játékosok között, illetve a mester is mindent megtesz azért, hogy összecsiszolódjunk játékban is, taktikában is, fejben is, és úgy gondolom, hogy ez kifizetődő lesz a jövőben. A két hazai győzelem áldozatokkal is járt a nyíregyháziak számára. Hanász Attilára lábközépcsonttörés, Somosi Ádámra pedig orrcsonttörés miatt nem számíthat egy ideig Kovács Tibor edző. A Sunshine Nyikse legközelebb január 18-án Debrecenben, a második helyezett Deac otthonában lép majd pályára.